Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. És a britek távozása az Unióban kapcsán Skóciáról, Észak-Írországról és Walesről lesz szó a mai műsorban, hogy egyáltalán mit érdemes itt megnézni, hogy a turistaként kirándulunk, másik oldalon pedig mi változik majd az elkövetkezendő időszakban, ha turistaként jövünk ide, és miket tapasztalhatnak majd az utazók a britek kivonulása után. Skócia, Észak-Írország és Wales viszonylagosan önálló az Egyesült Királyság területén belül. Ez nem azt jelenti, mintha lennének határok, mert nyugodtan autókázhatunk bárhol, és nem kell sorompókra felkészülni, de az utóbbi időszakban mind komolyabb jogosítványokat kaptak, főleg azért, hogy ne szakadjanak el a koronától, és továbbra is az Egyesült Királyság részei maradjon mindegyik terület. Ugyanakkor most a Brexitet követően a skótok már felvetették azt, hogy újból népszavazás lenne szükség az önállóságról. A walesiek is gondolkodnak ezen, az északírek pedig azt vetették fel, hogy esetleg Írországhoz csatlakoznának, és ezáltal egységes lenne az ír sziget. Érdekes, hogy történelmileg hogy alakult például Skócia sorsa, egyáltalán hogy kerültek ezek a területek az Egyesült Királyság birtokába, erről is szó lesz majd a mai műsorban. De kezdjük először is azzal, hogy mit jelent majd a turistáknak a britek unióbeli kivonulása. Elsősorban azt, hogy bizonyos esetekben, amikor megérkeznek a határa, még szigorúbb ellenőrzésre lehet felkészülni, de lényegi változás nem lesz, hiszen most is, amikor megérkezünk, már szükséges a személyigazolványunkat mutatni, ami indulásnál, érkezéskor is, és ha pedig repülővel megyünk, akkor komoly ellenőrzések voltak és lesznek is, tehát ilyen szempontból túlságosan nagy ugrásszerű különbség nem lesz. Az persze kérdés, hogy útlevél kell-e majd a későbbiekben, vagy pedig elegendő marad a személyigazolvány egy itteni utazáshoz. De hogy kelleni fog, az biztos, mint ahogy most is kell. Az utazók esetében az egységes Európai Uniós biztosítási jogosítványok nyilván itt már nem feltételül lesznek majd érvényesek, úgyhogy erre is fel kell a későbbiekben készülni. Akik most jelenleg itt laknak, itt élnek, nekik a sorsuk rendkívül érdekes. Hivatalosan is van azért mintegy 100 000 magyar, nem hivatalosan pedig sokak szerint 350-400 000 főre is tehető az itt élő, dolgozó, tanuló magyarok száma. A tanulók esetében biztos, hogy meg fog változni majd az, hogy megnő a tandíj, hiszen jelenleg akik itt tanulnak, és Európai Uniós polgárok, ugyanazt a tandíjat fizetik, mint a brit tanulók, ugyanazt a diákhitelt vehetik fel, és ugyanazok az egészségügyi szolgáltatások érvényesek rájuk. Ez vélhetően megváltozik. Az, hogy majd az itt élő magyaroknak haza kellene jönniük, nos, hát vannak közülük olyanok is már, akik büszkén mutatják azt, hogy van nekik egy másik, egy brit útlevelük is, másrészt pedig a munkaerő hiány azért itt is jelentkezik, úgyhogy valószínűtlen, hogy mindenre kihathatna majd a döntés. Szanka Zsolt vállalkozó 10 éve él kint Angliában. Rászlóczki Eszter kolléganőm őt kérdezte a hatásairól a Brexit bejelentésének és a népszavazásnak. Rendkívüli érdekes dolog történt, mert arról szóltak a hírek, hogy ugye Theresa May és Boris Johnson, akik a konzervatív párton belül gyakorlatilag indulnak a párt vezetői pozícióért, illetve az új miniszterelnöki pozíciója, mert ugye tudjuk, hogy David Cameron elhagyja a helyét. És Boris Johnson bejelentette, hogy mégsem indul a pozícióért. Ennek az volt az oka, hogy az egyik kampánytársa, akivel ők ezt csinálták gyakorlatilag az elmúlt 3 hónapban, az angol sajtó is úgy fogalmaz, hogy hátba szúrta őt, tehát gyakorlatilag elindult ő vele szembe, és így Boris Johnson nem érezte azt, hogy neki ebben részt kellene vennie. Na most ez azért érdekes, mert Boris Johnson volt az ügyvivő, volt London polgármestere, aki a legnagyobb kampányt és a kampánynak a vezetője volt az Európai Unióból való kilépésben. Tehát óriási nagy a felhördülés és hát a kavarodás gyakorlatilag az Egyesült Királyság politikai rendszerében, és ez mindenképpen le fogja lassítani az egész folyamatot. Maga ez a tárgyalási folyamat, amíg beadja az Egyesült Királyság hivatalosan Brüsszelnek a papírt, ez eltarthat 2 évig. Akkor kezdődik el tulajdonképpen minden egyes apró részletnek, tehát több ezer apró részletnek az újra tárgyalása. Tehát ezért van az, hogy tulajdonképpen a teljes leválás az akár eltarthat 5 évig. 2 éven belül bárki jöhet, mehet ugyanúgy, mint ami eddig történt. Olyan miniszterelnök várható egyébként,
aki nem volt pártja annak, hogy az Európai Uniót elhagyja az Egyesült Királyság. Tehát ez nagyon sok mindent hordozhat magában. Egyébként elkezdődött már az angolok között egy aláírás gyűjtés a második referendum kiírására. Tehát az angol emberek sincsenek meggyőződve arról, hogy jó döntés született, annak egy népszavazás volt. Tehát azért mondom, hogy a helyi politika annyira zavaros, hogy bármi történhet a külpolitikával kapcsolatban. Ha valaki manapság az Egyesült Királyságba látogat, akár Londonba, akár Liverpoolba, Manchesterbe, bármilyen nagyobb városba elmegy, nagyon sok magyarral találkozik majd. Magyar a buszvezetők egy része, de magyarok dolgoznak az éttermekben, szállodákban is rengeteg helyen. Kétségtelen, hogy nagyon sok honfitársunk költözött ki ide, és itt képzeli el hosszabb távon az életét. Vannak persze olyanok is, akik hazajönnek, de a magyar kolónia rendkívül népes az Egyesült Királyságban. Vajon mit szóltak ők, a kinti magyarok a döntéshez, a népszavazás eredményéhez? Erről is kérdeztük Szlanka Zsolt vállalkozót. Azok, akik jól tájékozottak és figyelik a rendszerben zajló eseményeket, azok nem ijednek meg, mert tudják, hogy miről van szó. Tehát nyilván van egy pánik hangulat azok között, a személyek között, akik nem tájékozottak. Tehát ez egy természetes dolog, én azt gondolom. Én azt gondolom, és ezt mindenhol hangoztatják is, gyakorlatilag azokat a személyeket, akik építik az országot, és akik hasznosak az ország számára, azokat meg fogják tartani, és meg fogják becsülni. A brit gazdaságot az olcsó bevándorló munkaerő működteti. Tehát gyakorlatilag úgy próbálják majd ezt az egészet meghozni, ezt a lépést, mert végigtárgyalni az összes egyes szerződést, hogy gazdasági előnyök azért megmaradjanak. Azt gondolom, hogy az várható, hogyha kilép az Egyesült Királyság, mondom, akár egy 5 éven belül, akkor előfordul, hogy azok, akik ide akarnak jönni, azok esetleg nagyobb kontrollon kell, hogy keresztül menjenek. Akkor azt fogják mondani, hogy azok jöjjenek, akiknek már van a munkahelye. Tehát nem az lesz a sorrend, hogy eljövök ide, és akkor itt majd elkezdek munkát keresni, hanem már meg lesz a munkahelyem, és úgy jövök ide, mert az biztos, hogy értékelni fogja az Egyesült Királyság, hisz a munkások építik az országot. És ugyanez várható a szolgáltatásokkal, tehát valószínűleg fogják mondani, hogy majd akkor kap valaki munkanélküli segélyt, vagy támogatási rendszert, vagy szociális lakást, hogyha már itt dolgozott bizonyos évet, tehát építette valamennyit az országot. Tanácsot én annyit tudnék mondani azoknak, akik valaha is gondolnak arra, hogy mondjuk az Egyesült Királyságban készülnek, vagy majd akarnak dolgozni, hogy próbálják megszerezni a National Insurance Number, ami gyakorlatilag egy olyan, mondhatni, adószám, amiből alapján mindannyiunkat regisztrálnak és nyilvántartanak, ami egy életre szóló jogot biztosít ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban dolgozzunk. Tehát ezt megkapja valaki, teljesen mindegy, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból vagy sem, jogunk van arra, hogy itt dolgozzunk. Szlanka Zsolt vállalkozót hallották, aki 10 éve él már kint Angliában. Skóciáról, Észak-Írországról és Walesről beszéltem a világszám elején. Ezek közül a skótoknak a sorsa különösen érdekes történelmi szempontból is, hiszen még a római időszakban nagyon-nagyon-nagyon furcsa népcsoportról számoltak be a légiók vezetői. A piktek voltak azok, akik harci jeleket festettek magukra, a másik északi törzs pedig a szkottik. Nos, a piktek és a szkottik a mai skótok, elsősorban a szkottik, innen származik Skócia neve is. A piktek ugyanis később beolvadtak a szkottikba. A társadalom a skótoknál különböző klánok szerint tagolódott. Ez a klán kifejezéshez lényegében nagy családot jelent, a főnöke pedig a klánfő. Aztán első Edward idején átvették az angolok a hatalmat, kihasználva, hogy a skót trón várományosa Szűz Margit elhunyt. 1297-ben William Wallace vezetésével kitört a felkelés. Erről szól a Rettenthetetlen című film, amely elbukott, de később a küzdelmet Robert Bruce folytatta, aki végül elérte, hogy elismerjék a független skót királyságot. És akkor 1300-as évektől egészen az 1700-as évekig független volt Skócia, majd 1707-ben egyesült az angol és a skót parlament és a két királyság. Aztán 1999-ben felerősödtek az önállósodási törekvések, több függetlenséget, több autonómiát akartak a skótok. 99-ben már létrejött a skót parlament, és újra van önálló skót törvényhozás. Glasgow volt egy ideig a főváros, még pedig elég hosszú ideig, és újra Edinburgh lett a főváros ekkortól, 1999-től.
a skótok önálló pénzt is kezdtek el nyomni, amely egyenértékű az angol fonttal, és inkább csak jelképes szerepe van. Nagyon sok helyen a nemzeti öntudat miatt létezik önálló külön pénz. A skótok egyéb jogosítványokat is kivívtak maguknak, például véleményezési jogköröket szinte minden kérdésben, és meg kell kérdezni a skótok véleményét is nagyon sok döntést illetően. Hát ez is jó kérdés, mert nincs egyértelműen leszögezve az, hogy például az Európai Unióból való kilépés esetében a skót parlament véleménye az vajon milyen szinten hason később a hivatalos döntésre is, hiszen a népszavazás is csak egy vélemény nyilvánítás, tehát ezt nyilván illik tiszteletben tartani. A skótok minden esetre Európai Unió pártiak, éppen ezért vetődött fel a függetlenség kérdése. Korábban rendeztek már a függetlenségről a modern időkben is népszavazást, akkor az Egyesült Királyságon belül maradásra szavazott a többség. Most viszont sokak szerint megváltozott a helyzet, hiszen a skótok akkor még úgy szavaztak, hogy biztosak voltak benne, az EU-n belül maradnak. Így viszont elképzelhető, hogy az önállósodási törekvések ismét felerősödnek. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd a világszámot itt az Inforádióban. Maradjanak továbbra is velem!